Irány Rábaköz. Július 28-án vasárnap szervezett turisztikai napon változatos programok várják az érdeklődőket a Rábaközben. Többek között Bogyoszlón, Rába Tamásiban és Jobázán sokfajta látnivalóval készültek a szervezők. Tulajdonképpen mi a kertészetben nyertünk egy fiatal gazda támogatást, amikor egy nyílt napot kellett produkálnunk. És ez elég jól sikerült, nagyon sok látogató érdeklődő volt, aki a kertészet után érdeklődött. Ekkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha más termelőt, más gazdát, más kézművest is bemutatnánk mi az udvarunkon. Ezután vásárokat rendeztünk, majd miután jól sikerültek a vásárok, gondoltuk azt egy ötlet folyamán, hogy mi lenne, ha meglátogathatnánk azokat a gazdákat, akik nálunk árusítanak, megnézhetnénk a termelői helyeiket, műhelyeiket, a kézművesek bemutathatnák a különféle munkáikat, munkafolyamataikat, és így kezdődött. Kik vettek részt legelső alkalommal, és hogyan szerveztétek meg? Tulajdonképpen az internet az ma nagy segítség, tehát a Facebookon nagyon sok kézművest, gazdát meg lehet találni itt a Rába közben, illetve már az alapok megvoltak a vásárok alatt, tehát többnyire azok az emberek vettek részt benne, akik a vásárainkon is már ott voltak. Idén kik vesznek részt a rendezvényen, és mikor lesz? Idén, most vasárnap, július 28-án lesz 10-től 18 óráig általában, ez egy ilyen általános időpont, mert van, akik egy kicsit rövidebb ideig tudják vállalni, van, akik viszont ezt az egész napos rendezvényt be tudják vállalni. Tulajdonképpen 20 kiállítónk lesz, 9 településen. Településenként kik a résztvevők? Kezdjük akkor Bogyoszlóval. Bogyoszlón egy helyszínen, az Rényi utca 2-ben 10-től 18 óráig 7 féle látnivalót is meg tudunk tekinteni. Itt a ráboközi fafaragókat, az kiállításukat tárlatvezetéssel, Horváth Győző néprajzi gyűjteményét is megtekinthetjük. Levendula termékeket lehet megnézni, lehet különféle szörpöket kóstolni, levendula sütit enni. Az Őszikék Nyugdíjas Klub Bogyoszlón a helyi receptek alapján süteményeket, pogácsákat készít, üdítővel, teával, szörppel kínálja a kedves látogatókat. Gyöngy fűzött termékeket is megtekinthetünk, illetve kis kézműves foglalkozásban is részt vehetünk Bogyoszlón. Aztán Áder Csaba egy ilyen természet, rábaközi bogyoszlói természet túrát szervez onnan kiindulva. Ez már annyiban változott, hogy a nagy hőség miatt ugye mindig igazodni kell az időjáráshoz, nagyon jó időt mondanak, így egy kivetítést fog egy órában az emberek számára megmutatni, arról, hogy a Rába közben, illetve Bogyoszló környékén milyen állat- és növényvilág található, amit egyébként mi magunk nem biztos, hogy észreveszünk, vagy akár elmegyünk egy-egy kis aranyos kis növény vagy állat mellett, és azt gondoljuk, hogy ismerjük, ő egészen érdekes dolgokat tud majd róla mesélni. Ide indulnak szervezetten kerékpártúrák is már, több család, nyugdíjas klubok, többen összefogva már az interneten, a Facebookon osztogatják, hogy ők éppen melyik túrát választják. Aztán itt megtekinthető még a templom, tehát a helyi katolikus templom is, belülről gyönyörűen felújítva, úgyhogy ott is egy tárlatvezetéssel megnézhetik a kíváncsi szemek, hogy milyen gyönyörű szép lett a templom. Farádon Élő Imre családtörténeti és helytörténeti kiállítását, gyűjteményét láthatjuk, ami egyébként egyre bővülő, és azt gondolom, hogy Imre bácsi személyiségével ez egy nagyon érdekes tárlatvezetés is tud lenni. Farádon a Pipac sajt műhelyt is megtekinthetjük, ahol sajtkóstoló, túrókóstoló, különféle tejkészítmények megkóstolhatók, boci simogatással, tehén nézegetéssel egybekötve, tehát a gyerekeknek is nagyon kellemes kis program lehet. Aztán Hövely a következő, ahol a híres Csipe Múzeumot lehet megtekinteni. Egyébként az UNESCO már bevette a jegyzékébe ezt a gyönyörű szép csipke gyűjteményt, ahol a nénik megmutatják nekünk, hogy hogyan készülnek a csipkevarrott termékek. Illetve a tavalyi évhez képest az idén már bővült a múzeumuk egy hozzáépítéssel, felújítással, még nagyon-nagyon sok gyűjteményi munkát megmutatnak. Aztán Jobaházán az alpaka tenyészetet nézhetjük meg, most ingyenesen. Simogathatunk,
barátkozhatunk az állatokkal, Mihály bácsi nagyon-nagyon sokat tud mesélni az állatok életéről, illetve nem is olyan nagyon régen született kis alpaka, őt is meg lehet tekinteni, ezen kívül a termékeket is meg lehet nézni, amik az alpaka gyapjúból készülnek. Aztán jobb a házán Losonci Gizella néni biokertészetét tekinthetjük meg. Ő is lekvárkóstolóval, szőrpkóstolóval várja a kedves érdeklődőket, bemutatja a biokertészetét, nagy kivi ültetvényét, tehát ez is egy nagyon érdekes program. A kiskertem kertészet önkiszolgáló módon várja hűsítő gyógynövényes teával az odaérkezőket, illetve jobb a házán még Csizmazia Ferenc 2 órától lovagoltatást vállal, illetve bemutatja a gazdaságát, ahol birkákat, különféle állatokat, tyúkfajtákat lehet megnézni, illetve a gyerekek a lovakkal is ismerkedhetnek. Kisfaludon a Vadaspark mutatja be az egzotikus és házi állatait, sok szeretettel várja az érdeklődőket. Rába Tamásiban Mesterházi Csilla szatén szalag ból készült termékeit mutatja be. Nagyon szép kis virágkészítmények, hajcsatok, hajpántok, ilyen kislányos dolgok. Nagyon érdekes, ahogy a nő ezt készíti. Ezt a műhelyében nagyon szívesen meg is mutatja az érdeklődőknek, hogy hogy készülnek ezek a kis szép dolgok. Rábcakapin, Kriskó sajtműhelyben lehet sajtot kóstolni. Megnézhetjük a tejüzemet, úgy szintén a teheneket, bocikat csimogathatjuk, az is egy nagyon érdekes kis falusi kirándulás lehet. Sopron-Németiben a kenu kikötő várja az érdeklődőket, a Keszegéren lehet kenúzni, teljesen bátran, tehát abszolút kis kenukkal, segéd emberekkel, tehát nyugodtan lehet akár a kisgyerekeket is vinni, mentőmellénnyel bátran, egy kis vizen érdemes kipróbálni a kenuzást, én úgy gondolom. 4 órától gulyással várják a kedves megéhező, akár bicikliseket vagy autósokat is. Aztán az utolsó falu Szany. Ott a Lóhere lovas udvar várja az érdeklődőket, kecskesajt kóstolóval, állatok, több mint 40 állatuk van, amit bemutatnak, lovak, kecskék, juhok, tehát nagyon érdekes kis gazdaság, illetve Rugli Dezső Tégla Múzeuma is itt áll aznap, téglák, cserepek bemutatásával ő is egy nagyon érdekes tárlatvezetést mutat majd be nekünk. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel az idei Irány a Rába Köz programon, ami immáron 3. éve rendeződik, nagyon jó idő lesz, akár autóval, akár kerékpárral, vagy a falon belül, aki kicsit idősebb, vagy kevesebbet szeretne ebben a melegbe tartózkodni, akár gyalog is meglátogathatja ezeket a kis rendezvényeket, helyszíneket.